Elmondhatjuk, hogy az Orbán kormány Gyurcsány-Bajnai kormányok politikáját folytatja a vasútbezárások kapcsán. Emlékezhetünk rá, hogy 2007-ben a Gyurcsány kormány mintegy 14 vasúti vonalat zárt be, majd ezt követően két évre rá, 2009-ben a Bajnai kormány újabb vonalakat zárt be. Összességében elmondhatjuk, hogy ebben az időszakban közel 1300 kilométernyi vasútvonal került megszüntetésre. Többek között egyébként Borsod megyében is jó pár vonal áldozatul esett ezeknek a vasútbezárásoknak. Ilyen például a Kazinc-Barcika-Rudabánya vonal, vagy a Mezőcsát-Nyíklátháza vonal. Pedig egyébként ebben az időszakban a Fidesz még egyébként tiltakozott a vasútvonalak bezárása ellen. Fónagy János akkoriban azt nyilatkozta, hogy ezek a vasútvonalak bezárások kegyelemdöfést jelentenek a vidéki embereknek, és meg kell mondjam, kegyelemdöfést jelentenek a vidéki gazdáknak is. Ma pedig látjuk, hogy a Fidesz is ezt a politikát folytatja, tehát jól lehet látni, hogy itt ebben a kérdésben is nincs különbség a Fidesz és a balliberális tömb politikája között. Egyébként számtalan ilyen példát hozhatnánk még, hiszen nyugodtan elmondhatjuk ezt az oktatás kérdésében, hogy Gyurcsány-Bajnai kormányok idejében is volt óraszámemelés, volt iskolabezárás, itt Miskolcon is, például Peretesen ebben az időszakban zártak be általános iskolát. Ugyanezt elmondhatjuk az egészségügyről, hiszen a kórház összevonások már akkor is megindultak. A Diósgyőri kórháznak az összevonása 2007-ben indult el. De azt gondolom, és nyugodtan kijelenthetjük, hogy itt a Fidesz és a balliberális tömb egy színházat játszik, ahol gyakorlatilag az álláspontjukat, az üléspontjuk határozza meg. Akik 2007-ben kormányon voltak, a balliberális oldal, azok akkor elkezdték bezárni a vasútvonalakat, a Fidesz ellenzékből tiltakozott, majd most pedig megfordult a helyzet, most a balliberális oldal tiltakozik, a Fidesz pedig kormányon van és bezárja a vasútvonalakat. Pontosan jól látszik, hogy a két nagy politikai tömb között valójában nincs különbség. Ezért nem jelent megoldást, hogyha a Gyurcsány kormányt Orbán kormányra, majd az Orbán kormányt Gyurcsány kormányra váltjuk. Igen, a magyar politikai életben szükség van a harmadik erőre, arra a harmadik erőre, amit a Mi Hazánk mozgalom képvisel, most már folyamatosan erősödve, és a Mi Hazánk mozgalom az, amelyik szembe mer menni, ha kell a globalista nagy tőkével, ha kell pedig az ezeket kiszolgáló magyar kormányokkal, legyen ez a Fidesz kormány, vagy pedig akár a balliberális kormányok, és nem csak, hogy szembe merünk menni, hanem bizony tudunk sikereket is elérni, mint például legutóbb, ugye a kutak regisztrációja kapcsán. Tehát azt gondolom, pontosan ezért szükséges az, hogy minél erősebb legyen Magyarországon a harmadik út.